Nyírbátorban rendszeresen ülésezik az önkormányzat, a hivatalok, intézmények vezetőivel és a gazdasági szereplőkkel egyeztetve a koronavírus járvány miatt kialakult mindennapi helyzetek kezeléséről. A város polgármestere televíziónknak elmondta, az élet nem állt meg a településen, a szolgáltatások és az árukészletek is elérhetőek, a védőfelszerelések pedig egyre nagyobb számban hozzáférhetők. Azt elmondható itt Nyírbátorban is, és azt gondolom, hogy az egész országban is, hogy az alapvető ellátások, a mindennap életünkhöz szükséges szolgáltatások mindenhol elérhetőek, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meg is tudjuk tartani. Az egészségügyben is ez a helyzet, bár nyilvánvalóan Nyírbátorban van egy járóbeteg szakrendelő, ami most már bezárt, tehát ilyen szempontból az eddig helyben elérhető mondjuk szakrendelések most már csak a szomszédos megyeszékhelyen érhető el, de a háziorvosi ellátás nyilván működik. Én azt gondolom, hogy mint ahogy ilyen helyzetben általában igaz, megfelelő számú védőeszköz az nincs, de ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs. Nyilván minél több lenne, annál jobb lenne, hiszen annál több embernek tudnánk adni a különböző területeken a mindennapokban dolgozó szakembereknek, és az is igaz, hogy ugye egyre több helyen kezdték el most már ezeket gyártani. Tehát most már a kézfertőtlenítők, a különböző szájmaszkok kezdjük tekintetében jobb ma a helyzet, mint volt mondjuk 2-3 héttel ezelőtt. Tehát ilyen szempontból javul a helyzet, és ami még egy nagyon fontos dolog nálam Nyírbátorban, hogy a gazdaság az jellemzően a nagyvállalatok tekintetében nem állt le. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a nagyvállalatok itt Nyírbátorról beszélek kifejezetten működnek, és azért az emberek megélhetése ilyen szempontból nem került veszélybe, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A polgármester hozzátette, kettősség tapasztalható a munkaerőpiacon, ugyanis a kisebb vállalkozások, szolgáltatók, valamint a vendéglátó és turizmus szektor szereplői leálltak, számukra vagy nincs bevételi forrás, vagy jogszabály tiltja a működésüket. A nagyvállalatok működnek, tehát amit mondtam, a nagy szerencsénk, hogy a városban ugye 7 multinacionális vállalat van, mind a 7 teljes kapacitással, vagy közel teljes kapacitással működik, és az is a tervük, hogy működni fognak, ha csak valamilyen jogszabályi direktíva őket ebben nem gátolja meg. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy arra viszont mindenki törekszik a kicsitől a nagyig, hogy a munkavállalóit ne veszítse el. Tehát mindenki egyelőre még próbál olyan köztes megoldásokat találni, ami nem létszám elbocsátással jár, hanem vagy szabadságra küldi, vagy átütemezi, vagy munkaidőkeretben próbál megállapodni, és akkor a most otthon lévő időt majd mondjuk a gazdaság helyreállításánál egy nagyobb terhelés mellett szeretné bedolgoztatni. Ez mindenkinek jó, ha megtörténik, mert nyilván senkinek nem az a cél, hogy elveszítse a munkáját. De mivel bizonytalan, hogy meddig tart ez az átmeneti állapot, ezért ma mindenki egy olyan helyzetre készül, amiben ez még helyreállítható, vagy kezelhető, vagy finanszírozható, és csak bízni tudunk abban, hogy hamarabb helyre állítható a folyamat, mint ahogy mondjuk elfogynak az anyagi erőforrások, ahhoz, hogy mondjuk fizessük a béreket akkor is, amikor egyébként nincs érdemi tevékenység, vagy nincs produktum a vállalaton belül. Ez egy nagyon kritikus helyzet, és a következő hetek is nagyon kritikusak lesznek, mondta el a polgármester, aki hozzátette, ezért fontos, hogy a kormány milyen gazdaságmentő csomagot fog kihirdetni április elején, mert ez sok esetben a kisebb, tőkével nem rendelkező vállalatok túlélését jelentheti.